Sziasztok, és köszöntelek benneteket újra itt a csatornámon. Azok közül, akik már régóta figyelitek a csatornát és nézitek a videókat, biztosan emlékeztek rá, hogy tavaly nyár végén posztoltam egy videót, amelyben körbevittelek benneteket egy amerikai állami egyetem kampuszán. Lassan egy év telt el azóta, hogy posztoltam azt a videót a csatornán, és mivel megemlítettem a videóban azt, hogy én is elkezdtem egy főiskolát itt az Egyesült Államokban, valamint a férjem 2 diplomát is megcsinált idekint. Erre reagálva többen is írtátok a komment részbe, hogy érdekelne benneteket az, hogy miben is különbözik az amerikai felsőoktatási rendszer a Magyarországon található felsőoktatási rendszertől. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ha már itt vagyok San Antonióban ismételten, akkor eljövök egy magánegyetemnek a kampuszára. Ez egyébként egy katolikus magánegyetem itt San Antonióban, és egy eléggé népszerű, és mondhatni drága magánegyetemnek is számít. Teszek egy sétát a kampuszon, megmutatom nektek, hogy hogyan is néz ki egy katolikus magánegyetemnek a kampusza, és amíg körbe sétálok, elmesélném nektek az alapdolgokat, amiket tudni kell ahhoz, hogy hogyan is lehet kijönni az Egyesült Államokba tanulni, hogyan is lehet tanulói vízumot szerezni, valamint, hogy miben is különbözik az amerikai felsőoktatási rendszer a magyar felsőoktatási rendszertől. Tartsatok velem, és nézzünk együtt körbe ezen a katolikus magánegyetemen, itt San Antonio, Texasban. Katolikus egyetem lévén természetesen templom is tartozik az egyetemi kampuszhoz. Nem tudom most bemenni a templomba, nem engednek be. Amikor legutóbb itt jártam, és sikerült bejutni a templomba, a személy, aki körbe vezetett, elmondta, hogy a templomnak az a különlegessége, hogy minden egyes darabja a templomnak, a padoktól kezdve, az üvegablakon keresztül, a karzatig, és magán az orgonáig is, teljesen minden Milánóból, Olaszországból származik, ugyanis az olasz kormány ajándékos magát a templomot ennek az egyetemi kampusznak. Az első és legfontosabb dolog, hogyha valaki Magyarországról szeretne az Amerikai Egyesült Államokba kijönni tanulni, először is keressen az internet segítségével ugye egy amerikai egyetemet, amelyen tanítják azt a szakot, amelyet ő szeretne tanulni, és amennyiben felveszik őt az egyetemre, meg kell igényelnie az úgynevezett F1 nevezetű tanulói vízumot. Ennek a tanulói vízumnak a segítségével már lehet is utazni, és lehet felvenni az órákat, meg lehet kezdeni a tanulmányokat az Amerikai Egyesült Államokban. Amennyiben egy külföldi tanuló szeretne az Amerikai Egyesült Államokban tanulni, feltétel egy úgynevezett TOEFL, vagy pedig egy IELTS nyelvvizsga letétele is az egyetemi tanulmányokhoz. Az, hogy az iskola a TOEFL-t, vagy pedig az IELTS-et követeli meg, vagyis kéri, azt is mindenképpen az egyetemnek a weboldalán kell megkeresnünk. A Magyarországon szerzett nyelvvizsgát, tehát például a Cambridge-i nyelvvizsga, ugye, amit odahaza is le lehet tenni, azt az Amerikai Egyesült Államokban nem kérik az egyetemi tanulmányokhoz, valamint nem is fogadják el.
Hogyha valaki az Amerikai Egyesült Államokban egy egyetemre vagy egy főiskolára jelentkezik, szinte nagyjából minden esetben esszéjeket kell írni, ajánló leveleket kell összegyűjtenünk, a jegyeinket is megnézik, hogy miből milyen eredményeket értünk el. De az, hogy konkrétan hány darab ajánló levélre van szükségünk, hány darab esszét kell megírni, miből milyen, melyik tantárgyból milyen jegyek azok, amelyek számítanak, azt is mindenféleképpen az adott egyetemnek a honlapján kell megnéznünk, ugyanis ez egyetemenként változó. Külföldi diákként nagyon sokan ösztöndíjakkal jönnek ki az Amerikai Egyesült Államokba tanulni. Nagyon sokféle ösztöndíj létezik. Sportolóknál kifejezetten tudom, ugyanis van ismerősöm, aki elmondta, hogy ő neki az egyik barátja sportolói ösztöndíja jött Európából ide az Amerikai Egyesült Államokba. Sportolói ösztöndíjaknál is van egy website, ahova mint egy úgynevezett önéletrajz formájában feltöltesz magadról egy videót, amelyben elmondod, hogy milyen sport eredményeket értél el, milyen kimagasló eredményeid vannak, és mindent, ami ezt bizonyítsa, hozzá csatolod, majd ezek után az iskolák eldöntik, hogy szeretnének-e vagy sem, megfelelsz-e az ő sportolói elvárásuknak vagy sem. Amerikaiaknál pedig ez úgy működik, hogy ha valaki például sportolói ösztöndíjjal jelentkezik egy egyetemre, akkor egy úgynevezett felvételi napra elmegy az egyetemnek a sport szakára, és bemutat egy adott dolgot, amiben amelyik bármelyik sportágban jó, és bemutatja azt, hogy miben is különbözik ő egy átlagos, tegyük fel, focistánál. Miért jobb ő egy átlagos focistánál? Tehát ott személyesen egy ilyen interjú keretén belül be kell neki mutatnia. Általában, aki az Egyesült Államokban tanul, a lehető legtöbb ösztöndíjat megpróbálja összeszedni, amit csak tud, már akár középiskolában is elkezd olyan tantárgyakat felvenni és tanulni, amelyek extra krediteket, extra pontokat adnak. Ezzel is megkönnyíti az egyetemi éveit, amivel több ösztöndíjat is tud elnyerni, megkapni, ugyanis az Amerikai Egyesült Államokban borzalmasan magas felsőoktatási tandíjakról beszélünk. Ennek a privát egyetemnek egy éves tandíja Google szerint a 2019-2020-as tanévben éves szinten 27 ezer és 50 ezer dollár között mozgott. Természetesen ez egy privát egyetem, tehát drágább, mint egy állami egyetem, de az állami egyetemeket se gondoljuk azt, hogy olcsóak. Az, hogy a felsőoktatási tandíjunk mennyibe fog kerülni, nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy mennyi ösztöndíjunk van, milyen ösztöndíjunk van, hány tantárgyat kell felvennünk, azt a tantárgyat hányszor kell megismételnünk, valamint függ attól is, hogy melyik egyetemre vagy főiskolára jelentkeztünk. Ha esetleg nem vagyunk azzal tisztában, vagy nem találunk külföldről olyan ösztöndíjat, ami nekünk megfelelne, érdemes az adott egyetemnek az international részlegét megkeresni, akár egy e-mail keretén belül is, és ők majd válaszolnak nekünk, segítenek, elmagyarázzák, hogy milyen ösztöndíjakat érdemes megpályáznunk, melyek azok az ösztöndíjak, amelyekre esélyesek lehetünk, mint például magyar állampolgárok. F1 tanulói vízummal
ki tudunk egyébként jönni az Egyesült Államokba, a Community College-ba, vagy esetleg egy Tech College-ba is tanulni, nem muszáj nekünk egyetemre menni. Nagyon sok amerikai is egyébként az egyetemi éveit Community College-okban vagy Tech College-okban kezdi meg, pontosan azért, mert ezek a főiskolák sokkal olcsóbbak és megfizethetőbbek, mint egy egyetem. Nem mindenkinek sikerül a középiskolai tanulmányai során összegyűjteni a megfelelő krediteket, valamint a megfelelő ösztöndíjakat, és így próbálják meg egy kicsit leredukálni az egyetemi költségeket is. A bachelor diplomához szükséges alaptantárgyakat megcsinálhatjuk így community college-okban is, és sokkal olcsóbban ki tudunk jönni anyagilag. Egyébként, hogyha egy kisebb egyetemet nézünk ki egy kevésbé népszerű városban, ott sokkal jobb szokott lenni a közösségi élet is, és sokkal jobb a lehetőség is nyelvtanulásra. Nagyon sok egyetem és community college is indít egyébként nyelvtanfolyamokat is, amelyekre szintén be tudunk iratkozni. Én 10 évvel ezelőtt fejeztem be az egyetemi tanulmányaimat Magyarországon, tehát nem tudom, hogy azóta mennyit változott az felsőoktatási rendszer Magyarországon, úgyhogy ha azóta módosult, akkor azt légy szíves, írjátok meg alulra a kommentek közé, de én a 10 évvel ezelőtti rendszerhez tudom hasonlítani az itteni felsőoktatási rendszert. Tehát amíg Magyarországon ugye ZH-kat írtunk, valamint maga az egész záróvizsga úgymond akár másfél hónapig is elhúzódhatott, és ha jól emlékszem, 3-szor lehetett, ha egyszer megbuktunk egy vizsgán, akkor még utána 2-szer lehetett ugyanabban a vizsgaidőszakban jelentkeznünk a vizsgára, hogy sikerüljön, és ez ugye egy másfél hónapos vizsgaidőszak volt. Itt az Egyesült Államokban maga a vizsgaidőszak egyetlen egy hétből, az úgynevezett final weekből áll. A final exam, ami nagyon döntő a jegyünkben, viszont magát a final jegyet, tehát a végleges jegyünket nagyon sok minden befolyásolja. A fél év során nagyon sok beadandó dolgozat van, midterm vizsgák vannak, házi feladatokat kell beadni, amelyeket pontoznak, és ezeknek az összegzése adja meg a záró jegyünket, vagyis a final jegyet. A final weekend itt az Egyesült Államokban, ugye ugyanúgy, mint Magyarországon is, ilyenkor már nincsen tanítás, viszont meg van határozva, hogy melyik tantárgynak, mely napokon vannak a záró vizsga napjai. Ezeken a legtöbb osztályból, a legtöbb tantárgyból, ezeken a vizsgákon meg kell jelenni, meg kell írni. Amennyiben valaki nem jelenik meg, és nem írja meg, nagy valószínűséggel meg is bukott az osztályon, hiszen nagyjából a 25-30%-át a záró jegynek a final vizsga, tehát a végleges vizsga az, ami kiteszi. A final week az őszi szemeszteren általában december 1. és 2. hetében, vannak iskolák, ahol a 3. hetében is szokott lenni, valamint a tavaszi szemeszterben általában május közepéig leszoktak ezek zajlani. Ezen kívül lehetőség van arra, hogyha valaki extra krediteket szeretne felvenni az őszi és a tavaszi szemeszter között, valamint a tavaszi és az őszi szemeszter között, hogy úgynevezett summer classokat, vagyis nyári osztályokat, vagy pedig winter classokat, vagyis téli osztályokat felvegyen. Ezek az osztályok általában 4-5 hetes, intenzív, úgymond gyors talpalós osztályok, tehát az egész fél évet belesűrítik 4-5 hétbe, és ilyen gyors talpalós, gyorsított eljárás keretében meg kell csinálni.
Még egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki F1 tanulói vízummal szeretne kijönni ide az Egyesült Államokba tanulni, akkor muszáj full-time studentnek, vagyis úgymond teljesen csak is tanuló lehet, tehát legálisan, hivatalosan, összesen 20 órát dolgozhat azt is az egyetemi kampusz területén, és ezek az állások nagyon hamar betelítődnek, és általában amerikaiak szokták megkapni, tehát nem nagyon szokták külföldi diákoknak odaadni, inkább amerikaiak szokták megkaparintani, hiszen egy full-time studentnek valamiből egy kis zseppénzt is meg kell szereznie, és hogyha valaki tényleg tanulói vízummal jön ki, akkor hivatalos formában teljes, vagyis full-time studentnek kell lennie. Egy másik nagyon érdekes dolog, amellyel szintén itt az Egyesült Államokban találkoztam először, az az, hogy amíg Magyarországon pékcukrásznak valaki egy szakmunkásképzőben vagy szakiskolában tanul, addig itt ezeket a szakokat az Egyesült Államokban főiskolákon tanulják az emberek, és diplomát kapnak, és nagyon komoly pénzeket kifizetnek azért, hogy cukrász vagy esetleg pékvégzettséget kapjanak. Az Egyesült Államokban én úgy vettem észre, hogy az órarendnek az összeállítása is sokkal flexibilisebb, mint Magyarországon. Itt nem köteleznek rá úgymond, hogy ebben a fél évben ezt a tantárgyat kell megcsinálnod, a következő fél évben a másik tantárgyat. Nyilván itt is vannak olyan tantárgyak, amelyek egymásra épülnek, de hogyha itt tanulsz az Egyesült Államokban, magadnak tudod összeállítani az órarendet, hogy melyik fél évben, melyik szemeszterben, melyik tantárgyat szeretnéd felvenni. Nyilván, amik egymásra épülnek, ugye addig azokat nem tudod megcsinálni, amíg a kötelező tantárgyat nem csináltad meg, de sokkal rugalmasabbak, sokkal flexibilisebbek, mint a magyarországi egyetemek. Vannak úgynevezett kanszalorok is az egyetemeken, főiskolákon, ők ilyen tanácsadók, akik segítenek az órarendünk összeállításában, hogyha elakadunk esetleg benne, nem tudjuk, hogy mikor, melyik fél évben, melyik az a tantárgy, ami nekünk jó lenne. Ők ebben tudnak nekünk segíteni, ők tudnak adni nekünk egy mintatanrendet is, amelyet nem vagyunk kötelesek követni. Tehát mi ezt a mintatanrendet bármikor felboríthatjuk, és teljesen más tantárgyakat felvehetünk, amelyeket szeretnénk. Szeretném, ha azt tudnátok, hogy a saját és a férjem tapasztalatait mondtam most el nektek, hogy mi hogyan éljük, megéltük meg a felsőoktatási tanulmányainkat itt az Egyesült Államokban, és én most tényleg csak a nagyon alap információkat
adtam át nektek ebben a videóban, hiszen ez tényleg egy annyira komoly téma, és annyira tényleg személyre szabott, hogy ennek tényleg mindenkinek magának kell utána járnia, és az egyetemek tényleg nagyon segítőkészek, hogyha az international részlegnek, vagyis a nemzetközi részlegnek írtok egy e-mailt, hogy segítsenek, mert elvesztetek, akkor nagyon készségesen fognak nektek válasz e-mailben segítséget nyújtani, linkeket küldenek, minden kérdésetekre válaszolnak. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és bármilyen kérdésetek, észrevételetek van, azt írjátok meg alulra a kommentek közé. Amennyiben még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a kis csengőt, hogy ne maradjatok le a következő részről sem. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!